Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, jótékonysági estet rendeznek a Kátai Gábor Kórház javára. A témával kapcsolatban Aktuális Kérdések című heti magazinműsorunk mai vendége, Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Anikó nénit, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is örülök, hogy meghívtatok. Köszönöm. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert egy jeles esemény közeleg, jótékonysági estet, bált fognak szervezni a Kátai Gábor Kórház javára, a Kátai Alapítvány javára. Talán kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy kicsit a Kátai Alapítványról, mit lehet róla tudnunk, mikor alakult meg. Hát nagyon régen, tavaly volt 25 éves az alapítvány, 1991. december 3-án alapították, ha jól emlékszem. Az alapító Szabó János, akkori kórház igazgató volt, 2 millió alaptőkével, és azóta is működik ez az alapítvány, kisebb-nagyobb lemaradások voltak. Fűtő János volt a kuratórium elnöke, ő nyugdíjba ment, és akkor egy darabig, azt hiszem 3 évig úgy nem nagyon mozgolódott ez az alapítvány, aztán egy új kuratórium alakult, és azóta igyekszünk egyre jobban dolgozni az alapítvány, együtt a kórházzal, és ez az utóbbi évben egész nagy lendületet kapott. Mikor lett ön a kuratóriumi elnök? 2008-ban, 2008 őszén, és az évben... Tehát már majdnem 9 éve hát vezeti gyakorlatilag. Így van, már 9 éve, így kimondani is sok, de valahogy nem tűnik olyan soknak, úgy elteltek az évek. A kezdeti időszakot némi tétovaság jellemezte. Ennek több oka is volt. Új volt a kuratórium. Nem mindig volt velünk a fenntartó annyira együttműködő, mint most. Mert ennek az alapítványnak tulajdonképpen a kórháza tulajdonosa. Mi csak megbízást kaptunk arra, hogy kezeljük az alapítványnak a vagyonát, és döntéseket hozzunk arra vonatkozóan, hogy mikor, mire akarjuk költeni az adományozóktól származó pénzt. Ezt minden esetben a kórház vezetésének a megkérdezésével kell, hogy végezzük, hiszen ők azok, akik legjobban tudják, hogy mire van szüksége a kórháznak, mi az, amit tehetünk a kórházért. Kik a kuratórium tagjai? Hány tagból áll? 7 tagja van, és van 3 felügyelőbizottsági tag, nagyon oszlopos tagok, Kuruc István, Mészáros Zsolt, Mészárosné Hakucsák Erika, Hodos Imréné Gizike, Somogyi Gabi, felügyelőbizottság elnöke Gyurcsek János, illetve, bocsánat, dr. Sánta József és tagjai Gyurcsek Jancsi és Hodosi Négizike. Azt hiszem, mindenkit elmondtam. És hogy kell ezt elképzelnünk, hogy vannak az értekezletek, megbeszélések, milyen sűrűn találkoznak, hogyan ötletelnek? Hát a találkozás az nem olyan egyszerű, mert Szalai gyógyszerész urat kihagytam, ő például Tiszafüreden van egy patikába, és onnan nagyon nehezen tud jönni, ő vele e-mailen szoktunk értekezni, de a leggyakoribb módja az, hogy telefonon és e-mailen tájékoztatom a kuratóriumi tagokat arról, hogy most éppen mi a téma, mi kellene, miről van szó, és akkor ők megszavazzák. Uh-huh. Nehéz ennyi embernek úgy összejönnie, hogy az alapítvány
De hát a mai modern világban már minden megoldható a technika segítségével. Beszéljünk most arról, hogy amióta ön a kuratóriumi elnök, milyen eredményeket értek el, hogyan tudtak segíteni a kórháznak, eszközvásárlással akár, vagy nem tudom, hogy milyen hát segítséget lehetett még nyújtani. Nagyon sokat, és valószínű, hogy megnézem a számot. Jó, nagyon meglepő az a számadat, ami rendelkezésünkre áll, például 2009-től összesen 48 millió forint az az összeg, amivel tudtuk támogatni a kórházat. A leges, legnagyobb... Ez nagyon szép nagyon összeg, szép és nagyon összeg, magas. És 2009-ben volt az egyik nagy, amit tudtunk venni, és pedig egy elektrokombi 804 ezerrel, és egy nagy EKG készülék, ami 2 millió forintba került, de utána folyamatosan volt még egy nagyon szép adományunk, a Szerencsejáték RT jó voltából. Ők megtámogatták az alapítványt, és ebből tudott az alapítvány egy Philips diagnosztikai készüléket venni. Ez jelenleg is ott dolgozik a kardiológiai szakrendelővel. Tehát mindig a kórház mondja meg, hogy mire lenne szükség, hát, vagy több dolgot mondanak, és abból önök választanak? Van, amikor osztályok fordulnak hozzánk, például volt példa arra is, hogy a gyermekosztály kérte, hogy a gyermek szakrendelő váróját nagyon fel kellene újítani, egy kicsit játékossá tenni, hogy a ott várakozó betegeknek kellemesebb legyen az a kis idő, és akkor abban segítettük, megvásároltuk a felújításhoz szükséges alapanyagokat. Vagy olyan kérés született például, hogy a berekfürdői üdülőt próbáljuk már egy kicsit lakhatóvá varázsolni. Elég retro az az üdülő, mindenki emlékszik arra, hogy régen milyenek voltak ezek a vasból és ronda betonból létrehozott nyaralók, de barátságos lett, megtörtént a meszelés, és új eszközöket vásároltunk. Aztán jönnek olyan kérések, hogy régebben, most már nem jellemző, de az elején nagyon sokszor, hogy elfogyott a gumikesztyű, elfogyott a papír. Nem volt papír a nyomtatóba, hogy kinyomtassák a kórházi leleteket. Nehéz időszakok voltak szerintem azok a 2009-89 ezek az évek, de aztán történt a felújítása a kórháznak, és úgy látom, hogy eszközökkel is egyre jobban ellátott. Most nem panaszkodnak a dolgozók, hogy nincs gumikesztyű, biztos szólnának, hogy hagyd lenne. Honnan van bevétele az alapítványnak, hogy ilyen nagy összeggel rendelkezett is tudja támogatni a kórház? A bevételek azok csatornából is jöhetnek, vannak alakozók, egyéni támogatóink, vannak olyanok, akik nem pénzt adnak, hanem eszközöket. Egy nagyon szép eszközadomány volt például tavaly a mozgásterápiás rehab részére egy majdnem 6 millió forintot érő mágneságya hozzátartozó kezelőeszközökkel kaptunk. Az Ortoprofil az nagyon jó támogatónk pénzben is és eszközben is. Szeretik a kórházat. Szerintem van oka annak, hogy szeretik, mert őket is mindig mindenki szeretettel fogadja. Úgy vélik, hogy nagyon otthonos és nagyon barátias, nem egy idegen ez a kórház. És jó lenne, ha az ő példájukat is követnék. Volt példa egyszer, csak egyszer is. Nagyon jó lenne, ha többször is lenne egy beteg, aki a karcagi kórházban feküdt. Ő küldött az alapítványnak támogatást, és megköszönte azt, hogy a karcagi kórházban ilyen kiváló ellátást kapott, és mindennel meg volt elégedve. Ugye szervezik most ezt a jótékonysági estet, vagy igen, nevezzük bálnak. Ennek mióta van hagyománya? Hát az első, nem tudom, a 2008 előtti időszakot nem tudom. Emlékeim szerint akkor is voltak bálok, de azt olyan orvosbálnak hívták. Szemmelweis napkor volt, és ha jól tudom, orvosbál volt a neve,
2009-ben, ahogy új kuratórium megalakult, akkor volt az első bál. Hát akkor még a szervezésben egy műsorszervező segített, illetve ő vállalta magára, akkor nem nagyon folytunk bele. Jó volt az is, de nem volt az igazi. Tehát voltak táncosok, tehát nem volt olyan otthonos, idegen táncosok, idegen énekesek, és akkor utána egy darabig nem volt, mert hát olyan volt a kórházi körülmény valami miatt, hogy nem szólt a kórház, nem volt igény rá, nem mindig találtam meg az összhangot, nem találtuk meg az összhangot a kórház akkori vezetésével, de most az utóbbi 4 évben ezek a dolgok nagyon jól haladnak, és nagyszerű dolog az, hogy a kórház vezetése valóban magáénak érzi ezt az alapítványt, és látja, hogy ez a kórház érdeke. Tehát nem az alapítvány érdeke, a kórház is a betegek érdeke, hogy ez az alapítvány jól működjön, és mindent megtesz azért is, hogy támogatókat szerezzen. Hát a tavalyiról nem tudom, beszéljek-e, vagy az azelőtt? A tavalyiról szerintem menjünk a tavalyira vissza. Akkor is így áprilisban volt, igen, ugye áprilisban. A Szent Annai középiskolában, igen, ha jól emlékszem. Igen, mert úgy döntöttünk, hogy nem a bál időszakban fogjuk megtartani, mert igazából ez nem is egy bál. Igaz, hogy táncolnak és jól érzik magukat a vendégek, de ez egy jótékonysági est, és fergeteges hangulat szokott lenni, főleg azért, mert ott minden a kórházról szól, a szereplők annyira aranyosak és olyan lelkesek, bál előtt teljesen megbojdul a kórház, készülnek, titkolóznak, van, amit szabad tudni, van, ami meglepetés, tehát nagyon nagy a készülődés, és egyre több dolgozó jön el. Eleinte volt egy ilyen tartás, mert mindenkiben az orvos bál élt, de most már látják, hogy ez igazából értük is. Tehát mindenkiért van, és az a jó, ha ők is eljönnek, mert nekik is szükségük van egy együttlétre, és ez a bál egy kiváló közösségépítő is, a felkészülés is, meg az ott lét is. Hát a tavalyi bál a fülészetért szólt, ők jelezték, hogy szükségük lenne ilyen audiovizuális készülékre, hogy többfajta vizsgálatot is el tudjanak végezni, és ez sikerült megvennünk. Meg egy régi vágyunk is teljesült, a Kátai Gábor sírját nagyon a szívén hordozta az alapítvány, mert láttuk, hogy el van hanyagolva eléggé, olyan területen van, hogy gazosodik, de ma már el lehet mondani, hogy csodálatosan szépen rendben van is. Ez a másik nagy örömünk. És a mostani bál, ez most szerveződik. Mikor lesz egészen pontosan? 22-én lesz, április 22-én lesz. Megtelt már a létszám, vagy még? Hát még lehet várni a jelentkezőket. Jellemző nem csak a karcagiakra, másra is, hogy mindig az utolsó héten ébrednek fel, de már ezelőtt egy hónappal is volt, hogy már azt a társaságok szóltak, hogy mi itt úgy, ahogy tavaly, megyünk, ott leszünk. Hány fő szokott lenni ezen a jótékonysági? Hát tavaly aztán 130 főre rendeltünk vacsorát. Nagyon sok tombola fogyott, és nettó bevételünk 1.100.000 forint volt. Úgyhogy az egy nagyon szép eredmény, úgy gondolom, és izgalommal készülődünk. Mi lesz a mostani célkitűzés? Hát most elég nagy fába vágjuk a fejszét, bár a feladat nem tűnik olyan bonyolultnak. Nagyon sokszor halljuk, olvasuk a helyi médiákban emberektől, hogy borzalmas a kórház udvarán, a sok parkolóautó, hogy ott a szép természetbe parkolnak, nincs parkoló. Tehát ezen próbálunk majd valamit segíteni. Tehát próbálunk minél több pénzt gyűjteni, hogy rendben legyen téve az udvar, és valamelyest a parkolás is normális körülmények között történjen, bár ez nagyon nehéz, mert ez a kórház 50 éve épült, ha jól emlékszem. Még nem volt ennyi autó. Hát igen, nem volt ennyi autó, a hely az nem nőtt az autók számával, úgyhogy ez egy türelmet kérő helyzet,
mert délutánra meg mindenki ürül. Tehát ha valaki arra jár, azt látja, hogy már a kórház előtt alig vannak parkolóautók. Vidékről is az emberek már nem a busszal jönnek, hanem mindenki beül a kocsijába. Hát ez a két feladat vár most az alapítványra. Egyrészt jól sikerüljön, jöjjenek el azok a vendégek, akiket meghívunk, és az lenne jó, hogyha a város lakossága is egy kicsit megmozdulna, és érezné azt, hogy milyen jó, hogy Karcagnak van egy kórháza. Ha gyereket szakvizsgálatra kell vinni, vagy az idős szülőket, vagy akár nekünk is nem kell elutazni. Én néha úgy érzem, mintha nem értékelnénk eléggé ezt a helyzetet, mert hát néha bántják ezt a kórházat, de én mindenkinek azt mondom, hogy higgyék el, hogy ha elmennek akárhova, lehet, hogy még rosszabb körülmények közé kerülnek itt tényleg a tisztasággal és egyébvel. Úgy gondolom, mindenki elégedett lehet. Ha valaki esetleg nem akar elmenni a jótékonysági estre, de mégis szeretné támogatni az alapítványt, illetve a célkitűzést, akkor erre van-e mód és lehetőség? Igen, van az alapítványnak támogatójegy különböző címletekben, ezt a kórház titkárságán meg lehet vásárolni, meg hát lehet adni az 1%-ot is, most tulajdonképpen a adóbevallások időszaka van, meg lehet tudni a számlaszámunkat, adószámunkat, tehát sok fajtája van annak, hogy segítsék az alapítványt, mert az alapítvány minden egyes forintját a kórháznak eszközformájában átadja. Reméljük, hogy minél több bevételt fognak, illetve felajánlást tudnak majd összegyűjteni, és a célkitűzéseket sikerül megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és sikeres készülődést kívánunk. Én a jótékonysági estre, és jó hangulatot, jó szórakozást. Hát remélem, akkora. Hogy lesz. Én is köszönöm. Elnézést, de még a végén szeretnék hozzátenni annyit, hogy az eszköztámogatáson túl nagyon örülünk annak, hogy a kórházban a sportolási lehetőségek fejlesztéséhez, kialakításához is hozzá tudtunk járulni. Minden évben támogatjuk a Magyar Kórházak foci tornáját, és a Karcagi Kórház foci csapata igen szép eredményt szokott elérni. A teniszpálya is működik, lehet majd bérelni, és van egy futballpályánk is. Szabadidős sportolásra dolgozók is egyre többen veszik igénybe, és azt hiszem, hogy ez is szép eredmény lehet. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Hol vagyunk és milyen beruházás zajlik? A Karcagon a Széchenyi út és a Püspökladányi út kereszteződésében vagyunk, és a hátunk mögött megkezdődtek azok a munkálatok, amiket már nagyon régóta várunk. A város egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb kereszteződése található itt, és bizony jó néhány olyan szituáció alakult ki, amikor koccanások, karambolok történtek, és egy jelzőlámpás, egy háromfényű jelzőlámpás megoldással próbáljuk ezt csökkenteni. Mit kell tudni a beruházásról, mikorra valósul meg? Hát ez most kezdődött, májusban fog befejeződni ez a munkálat. Nagy örömmel várjuk ennek a pillanatnak az eljövetelét. Ki a beruházó? Tehát ez nem önkormányzati beruházás? Semmiképpen nem, hiszen állami utat érint, így a közútkezelő KHT a fő gondnoka, a projektmenedzser ennek a beruházásnak. Tudunk-e valamilyen adatot elmondani? Hát adat helyett inkább azt, hogy mondjam el, hogy valóban ez egy nagyon korszerű jelzőlámpás kereszteződés lesz, és itt nem csak a jelzőlámpa kialakítására kerül sor, hanem ahogy
hátunk mögött látható a munkálatokból, az ívek is megváltoznak és sokkal strapabíróbbak lesznek, ezzel is könnyítve a nagyobb teherre gépjárműveknek a közlekedését és az útnak a stabilitását, és megváltozik a gyalogos átkelés is, hiszen eddig 3 gyalogos átkelő hely volt felfestve, most már 4 lesz, és a egyiknek a helyszíne is megváltozik, tehát a Püspökladányi út és a 2 járdájának, szemben lévő járdájának a vonalában lesz elhelyezve a gyalogos átkelőhely. Azt gondolom, hogy mindenki figyelemmel fogja ezt kísérni, és akkor visszajövünk, amikor már látványosabb lesz, és ezzel megoldódik ez a nagyon veszélyes kereszteződés. Hát én kívánom, hogy így legyen, bár a legfontosabb, én mindig ezt hangsúlyozom, az emberi tényező, tehát nem lehet olyan biztonsági rendszert kialakítani, ami helyettesíteni tudna magát az ember. Tehát a közlekedőknek továbbra is kell nagyon-nagyon figyelni minden helyen a városban, az ilyen kiemelten forgalmas helyen meg főképpen, hiszen az emberi tényező a legfontosabb. Odafigyelni, betartani a szabályokat, hiszen eddig is már nagyon-nagyon sok olyan technikai dolog volt, ami segítette volna a biztonságosabb közlekedést, az előjelző táblák, a sárgán villogó lámpa, a passzív prizmák beépítése az aszfaltba. Hát reméljük, hogy most már ez tényleg kiküszöböli a baleseteket. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget, és még annyit hagy mondjak, hogy természetesen addig, amíg az építkezés folyik, addig azért egy kis kellemetlenségre, kényelmetlenségre, tolódásra lehet számítani. Mindenkinek kérem a türelmét, hiszen valamit valamiért, tehát építeni úgy lehet, hogy először bontással kezdődnek a dolgok. Reméljük, hogy májusban valóban találkozhatunk itt, és együtt örülhetünk a készműnek. Mi az, amit itt látunk most? Hát a hátunk mögött látható az, hogy az ívkorrekció készül, és itt van egy hatalmas nagy lyuk ásva, és úgy látom, hogy már az acélváz is megvan. Ide fogják elhelyezni az egyik oszlopot, ami majd tartja magukat, azokat a vezetékeket, meg a jelzőlámpát, ami itt lesz elhelyezve. Németh Lászlóval, az Ipartestek Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk. Milyennek látja országosan az ipartestületek helyzetét? Hát nagyon nehéz helyzetben vannak az ipartestületek, ugye mi csak tagdíjból élünk, tehát nekünk minden tagért meg kell küzdenünk, hiszen mi egy érdekképviselet vagyunk és minden állami támogatás nélkül dolgozunk, tehát vannak ugyan pályázataink, amik viszont szakmai megvalósításokat igényelnek, de azt arra kell fordítani, de állami támogatást nem kapunk, és így az önkéntes tagsági díjakból élünk, illetve azokból a bevételekből, amiket az ipartestületek a szolgáltatások útján tudnak szerezni, ilyen helységbérletek, könyvelési, adótanácsi szolgáltatások, vagy éppen képzések, amiket megszerveznek az iparosoknak azért, hogy a szakmájukat tudják gyakorolni. Épp ezt akartam kérdezni, az iparosok mennyire képzik magukat, tehát mennyire napra készek, mennyire tartják fontosnak, hogy több lábon álljanak, esetleg újabb szakmákat is megtanuljanak? Hát a szakmákat újat nem is, de azért néha váltani kell, hiszen azért egy-egy szakma megszűnőben van, vagy éppen annyira megújul, gondoljunk csak az irodagép műszerészekre, akik ma már ugye legfőképpen a pénztárgépekkel, vagy éppen a számítógépek javításával foglalkoznak, tehát újra kellett magukat képezniük. De végül is tulajdonképpen minden szakma azért újabb és újabb kihívásokat támaszt, ahogy alakulunk, ahogy fejlődünk, hiszen csak gondoljunk arra, hogy a cukrászoknál is mennyi új alapanyag is megjelent, vagy éppen akár az építőiparban, tehát a holtikt való tanulás az azért a kisiparosoknál, a kis és családi mikrovállalkozásoknál is megvan. És hát azért a képzés is változik, hiszen ma már azért nagyon sok egy-két főt foglalkoztató kisvállalkozó is iparos tanulót foglalkoztathat, sőt vannak gyárak, ahol azért 10-20 gyerekkel is foglalkoznak. Ebben hogyan tudnak önök segíteni? Tehát, hogy egymásra találjon a tanuló és a mester. Hát ugye pont ez volt itt a mai nap lényege is, hogy azért itt egy oktatóintézet, és tehát annak az alapítványával dolgozik együtt az ipartestület, hogy éppen a szakmunkás képzést tudják segíteni, hiszen azért elengedhetetlen egy duális képzésbe, hogy a gyerek a műhelybe menjen el. Nekem meggyőződésem, hogy a nagy gyáriparban nem fog a szakmunkás olyan képzést kapni, olyan komplex képzést semmiképpen sem, mint amilyet egy kis műhelybe kaphat.
és azt a tudást ott, hogyha megszerzi, azzal azért megállja a helyét egész életébe, legalábbis itt a szakmát tekintve biztos, hogy teljes A-tól Z-ig mindenféle képzést megkap egy műhelyben, ami a kis műhelyt illeti. Tehát nem egy munkafolyamatot végez. Az iparosoknál azért bent van az, hogy a felnőtt képzésbe is részt kell vennünk, hiszen tulajdonképpen magukat, a vállalkozóinkat is kell képezni, illetve az alkalmazottjainkat is. Gondoljunk csak a rengeteg jogszabályra. Most éppen ugye egy aktuális téma, hogy a fuvarozóknál az 5 évvel ezelőtti törvényváltozásból adódóan meg kell újítani a GK kártyákat, ami azért súlyos pénzekkel is jár, hiszen azért ezeket a vállalkozásokat súlyosan terheli ezeknek a költsége, hiszen nem egy alkalmazottról van sokszor szó. És bizony nem olyan régen egy fuvaros, aki elém állt, ő mondta, hogy a 98-ban felvett sofőriére már több mint 1 millió fordított oktatásba, hiszen azért általában ezeken az autókon van autódarú is, és ugye változtak a nehézgépkezelő jogosítvánnyal kapcsolatos jogosítványoknak a kiadási rendje is, és maga a bejött ugye a GKI kártyára való képzés is, ami most újra lejárt, tehát bejön még egy ADR vizsga, ezeket folyamatosan képezni kell, ezeket az embereket, és bizony nagyon nagy teher rakódik ezekre a vállalkozásokra, de beszélhetnénk más szakmáról is, hiszen nagyon sok helyen vannak ilyen képzések, és kötelező képzések is. Akkor azt gondolom, hogy a mai nap egyfajta ilyen párbeszéd is a szakemberek között, hiszen gondolom, hogy tud beszélgetni itt igazgató úrral, polgármester úrral is, hogy miben tudnak partnerek lenni a jövőben. Természetes, hiszen az ipartestület itt azért egy megújulóban lévő ipartestület, ezért is van az, hogy mi is próbáljuk segíteni országos szinten is, hiszen ezeknek az ipartestületeknek itt a helyi politikai erővel, az önkormányzattal kell tartani a kapcsolatot, hiszen a kicsik sokszor nem tudnak önállóan fordulni az önkormányzathoz sem, hogy a helyi gazdaságból kivegyék a részüket, és itt egy összekötő kapocsnak kell lenni az ipartestületnek, meg hát ugye ugyanennek az ipartestületnek meg kell találni az iparosoknak és a tanulók közötti közvetítői részt is. Egyébként maga az IPOSZ azért abba próbál segíteni itt éppen a helyi ipartestületnek, hogy mivel megértünk Észak-Alföldi régióba egy jogpontok nevű foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogsegélyszolgálatot, ide az ipartestülethez is letelepítettünk egy ilyen jogsegélyszolgálatot, ahol a munka világából adódóan minden kérdésre akár a vállalkozások, akár a munkavállalók fordulhatnak, és ez egy ingyenes jogsegélyszolgálat. Akkor azt gondolom, hogy mindenkinek van még mit tanulnia, hiszen ahogy elmondta, változnak a jogszabályok, amelyhez alkalmazkodni kell. Én minden esetre azt kívánom, hogy segítse a karcagi megújulóipartestületet az IPOSZ országos vezetősége is, ahogy tudja. Az IPOSZ-nak minden ipartestületért meg kell küzdeni, ugyanúgy, ahogy minden ipartestületnek minden vállalkozójáért, hiszen ez az érdekünk, és ezért vagyunk érdekképviselet. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket, a Délinél Kulturális Központban rendezi meg a szakma bárt a karcagi ipartestület és a karcagi szakképzési centrum Varró István szakiskolájának az alapítványa. Bardi Sándor főigazgatóval beszélgetünk. Miért fontos, hogy az ipartestület és az ő számukra képző iskola együttműködjön és közösen szervezzen ilyen jótékony bált? Én ezt az egész szervezést és az egész bálnak a örökségünk tulajdonképpen, mert mikor megalakult a centrum, már működött. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat a szakképző, a Varró iskola és az ipartestület között. Az elképzelés, amit megfogalmaztak a pénz felhasználásra, bál bevételéből, nagyon hasznosnak tartom és jó dolgok tartom, hogy olyan célokra próbálják fordítani, amely egyrészt a szakképzésre erősíti, segíti, illetve az ipartestületnek a működési feltételés, illetve a helyi kialakításában különböző karbantartásokat tudnak elvégezni ebből az összegből. A centrumhoz azért Karcag mellett több iskola is tartozik. Hogyan látja a Varró helyzetét a többi iskolához képest?
A tekintettel arra, hogy a Varró a centrum közelségében van, úgy gondolom, hogy itt sokkal közelebb vagyunk, illetve szorosabb a kapcsolat az iskolával és a centrum között. Ez a fajta kezdeményezés, ami már hagyomány Karcagon, hogy a szakképzőcentrum és a ipartestület együttműködik, én azt gondolom, ki fogjuk terjeszteni a környező, illetve azokra az iskolánkra is, amelyik működik járási székhelyeken. Tehát szeretnék ezt a célt ott is megvalósítani. Reméljük, hogy eredményes és sikeres lesz ez a mai bán, de azt gondolom, a jó hangulatot már hallják nézőink is, hiszen vacsorán már túl vagyunk és elkezdődött a báli része a mai estének. Lesz a folytatás, tehát a bál véget ér, de lesz olyan közös program a tanév során, amit szeretnének még együtt megvalósítani? Hát a közös program, ami tulajdonképpen a centrum szinten fog megvalósítani, március 31-ére tervezünk egy nagy konferenciát ebben a helyiségben, ami azt jelenti, hogy szeretnénk, hogy egy 150-180 fő részt venne. A címe az lesz a szakképzés jövője, jövő szakképzése. Egy egésznapos konferenciát szervezünk erre napra, ahol meg fogjuk önöket is hívni majd. Akkor azt gondolom, hogy lesz még miről beszélni, hiszen az iparosság és a tanoncképzés az mindig összekapcsolódott, és itt az előbb elnök úr is elmondta, hogy fontos, hogy mindenki képezze magát, tehát egy mester nem állhat meg a tudásánál, hanem frissítenie kell, amiben a centrum is tud segíteni. Hát az élethosszig tartó tanulás, szokták mondani ezt a szlogen, én azt gondolom, hogy nem csak a diákra, hanem a felnőttre ugyanúgy vonatkozik, tehát nekünk is tanulni kell folyamatosan annak érdekében, hogy versenyben maradjunk. Akkor jó tanulást kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Lacik Dénesnével, az ipartestület Karcag elnökével beszélgettünk, mint a mai másik főszervezőjével. Azt gondolom, hogy már egy picit megnyugodhat, hiszen látszik, hogy jól sikerült ez a bál. Igen, szerencsére a létszám is nagyon szépen alakult, és a hangulat is nagyon jó. Mire gyűjtenek, hiszen itt főigazgató elmondta, hogy ők mire gyűjtenek, de az ipartestület mit szeretne, hiszen minden évben azt szoktuk hallani, hogy elsősorban a székház felújítására. Ez most van ebben az évben is? Igen, hát mindig ez a célunk, hogy a székház felújítására. Az az igaz, hogy voltak is kisebb javítgatások mindig, mert azért elég nagy az épület ahhoz, hogy teljes egészében felújítsuk. Most megint csak ez a célunk, de nyilvánvaló, hogy nem ennek a bálnak a bevételéből, hanem ehhez még nagyon-nagyon sokat kell gyűjtenünk. Mit kell tudni a karcagi iparosságról, hiszen megújulóban van a vezetőség is, a testület is. A tagság az mennyire fiatalodik? Hát azért úgy eléggé elaludtunk az elmúlt időszakban, és most úgy döntöttük, hogy rázzuk meg magunkat egy kicsit, és kezdjük valahogy újra. Igyekszünk a kapcsolatot jobban tartani a tagokkal, remélem, hogy ez azért rövid időn belül sikerül is. És hát azt hiszem, hogy ez is egy jó példa arra, hogy a Varró a képzésben is tud segíteni az iparosoknak, hiszen elnök úr is elmondta, hogy tanulni kell az iparosságnak is, mert nem lehet leragadni a megtanultaknál. Az a jobb pont, amit ide elhelyeztek önökhöz, azt gondolom, hogy sokat segít az iparosságnak. Igen, ez természetesen így van, és nem véletlen az, hogy ennyire szoros a kapcsolatunk a szakmunkásképzővel. Egyrészt azért is, mert szakmunkás hiányban is mindannyian az iskolától várjuk azt, hogy jobb legyen a helyzet. Másik pedig az, hogy nyilván, hogy a vállalkozóknak, iparosoknak is képezni kell saját magukat, mert mindenféle tekintetően, minden területen változik a technológia, és annyira rohamosan változik a világ, hogy ezt azért követni kell mindenkinek. És hát reméljük, hogy a bál még sokadik alkalommal megrendezésre kerül a jövőben is, hiszen ez fontos, hogy együttműködjenek a városban ezek a szervezetek. Igen, ez tényleg nagyon fontos, mert azért mindenki el van foglalva egész héten, meg egész hónapban is. Nagyon jól esik kikapcsolódni, egy kicsit beszélgetni, egy kicsit, bár ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk, ki kell jönni a folyosóra, mert a zene mellett nem igazán lehet, de azért jó találkozni. Igen, és hát gondolom, hogy ez jó alkalom arra is, hogy előkészítsenek újabb rendezvényeket, újabb megbeszéléseket. Igen, hát ez éppen napi rendi ponton van, hála az önkormányzatnak, egy pályázaton nyertünk pénzt, amit éppen erre szeretnénk fordítani, hogy egy ilyen közösség megújító, vagy egy ilyen kapcsolatteremtő programot hozzunk létre belőle. Hát akkor én jó munkát kívánok önöknek, és a mai bálnak pedig sok-sok bevételt. Nagyon szépen köszönjük!
Köszöntöm nézőinket, a Jókai úti tagovodában vagyunk, és Romhányi Sándorné intézményvezetővel beszélgetünk. Itt a polcon látszik egy nagyon szép oklevél, zöld óvoda címet nyert el az óvoda, először is ehhez szeretnénk gratulálni. Nagyon szépen köszönjük. És mit jelent ez a cím? Hát tavalyi év április 30-áig kellett benyújtanunk a zöld óvoda pályázatra a megírt pályázati anyagunkat, és sikeres lett, elnyertük a zöld óvoda címet, amit tulajdonképpen már nagyon régen elkészíthettünk volna, hiszen évek óta a zöld óvoda szellemében dolgozunk, és nagyon fontosnak tartjuk azokat a dolgokat, ami ehhez kötődik. A hulladék hasznosítás piramisát szem előtt tartva inkább megelőzzük a hulladékok keletkezését, de az újrahasználás és az újrahasznosítás jegyében is nagyon sok mindent megvalósítunk itt az óvodánkban. És hát beszéljünk a konyhakertről, hiszen évek óta ott vannak a legjobbak között, és a mai beszélgetésünknek is ez az apropója, hiszen hamarosan kezdődik a szülők, nagyszülők bevonásával egy rendezvény. Harmadik éve rendezzük meg a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünket. Tulajdonképpen már hagyományként él nálunk. Olyan kolléganők bevonásával, a nevelőmunkát segítő kolléganők bevonásával szervezzük, rendezzük ezt a rendezvényünket, hiszen igazából ők a hitelesek, ők azok, akik otthon is kipróbálják azokat a furfangokat, technikákat, amiket a mai napon szeretnénk majd bemutatni a kedves szülőknek és érdeklődőknek. És azért minden évben mindig más, hiszen úgy tudom, hogy most az újrahasznosítás lesz a téma. Igen, az első két évben a magvetés, palántázás, komposztálás rejtelmei bevezették be a szülőket, érdeklődőket, a kedves kolléganők. Ebben az évben megújult tartalommal jelentkezik majd a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünk, hiszen a zöld óvoda cím elnyerése kötelez minket. Ezért arra gondoltunk, hogy olyan praktikákat szeretnénk bemutatni majd a szülőknek, érdeklődőknek, ami az újrahasznosítás jegyében már megvalósult, kipróbált technikák, és olyanokat is, amiket még nem próbáltunk ki, de együtt biztatva a szülőket is, együtt szeretnénk megvalósítani őket. Kik lesznek a kolléganők, akik ebben ma részt vesznek? Két Dajka néni és pedagógiai asszisztensünk Kelemen Lajosné, Ferenci néni Széke Erika a Pikpong csoport Daduska nénie, és Puskás Sándorné Ildike a Süni csoport Dajka nénie. Ők azok, akik hitelesek ebben a témában. Mi is bekapcsolódunk, mi is csináljuk, de ők azok, akik értenek is hozzá. Reméljük, hogy sok hasznos és újdonságot fognak itt bemutatni, viszont az mindig fix az előadások után, hogy a gyerekekkel közösen elültetik az első kis magvakat. Így lesz ez most is? Természetesen így lesz ez most is, szem előtt tartva azokat az újrahasznosítási lehetőségeket, amik tulajdonképpen a mai rendezvényünknek a fő mottóját, profilját adják. Nagyon hasznosak ezek a délutánok, hiszen az elmúlt évben is szatyorszámra hozták a szülők az itt elültetett magokból, palántákból cseperedett növények termését, a paradicsomot, a paprikát, a dísztököt. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy legyen neked is konyhakerted. Reméljük, hogy ez így lesz, és hát majd visszajövünk, amikor már gyönyörű lesz az óvi konyhakertje, és megnézzük, hogy a magas ágyást használják idén is, mint tavaly, vagy ott is lesz a újdonság. Köszönjük szépen. Kérem szépen. Bocsánat, csak egy gondolatot hadd tegyek már hozzá. Újdonság is lesz. Természetesen a magas ágyást elkészítettük tavaly, abban fogunk az idén is dolgozni, és azokból a praktikákból, amiket a mai délutánon mutatnak be a kolléganők, azokból is szeretnénk itt az óvodában is bemutatni egyet-kettőt a gyerekeknek is, és a szülőknek is, esetleg segítségnyújtással, ha arra van igény. De jó példa ragadós, úgyhogy reméljük így lesz ez most is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Nagy szeretettel, megbecsüléssel és örömmel köszöntöm az idősek klubjának valamennyi kedves jelenlévő résztvevőjét, és úgy látom, hogy nagyon nagy számban elfogadták a kedves meghívásunkat, ahogy szokott lenni tavasszal és ősszel, egy-egy témában együtt vagyunk, és
és érdeklődéssel részt veszünk a foglalkozáson. Engedtessék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem az intézmény vezetését, igazgatóasszonyt, a klubvezetőjét, és külön szeretettel kedves meghívott vendégeinket, Fülöp Ilonát, a könyvtár, a Csokonai Könyvtár vezetőjét, és Szabó Péterné, Katikát, a gyermekkönyvtár vezetőjét. Szerintem mindenki mindenkit ismer. És külön szeretettel, és egy kicsit számomra is meglepetés volt, a média kedves képviselőjét, a helyi televízió képviseletében és a hírmondó képviseletében. Örülünk, hogy itt vannak, hiszen ezek a foglalkozások, még egyszer mondom, rendszeresek, hogy ezt az elmúlt évek bizonyították. És eddig mindig általam egy-egy olyan komoly témát hoztam ide a klub tagsága elé. Vendégünk volt polgármester úrtól kezdve, kapitány úr, kórházigazgató, a szociális otthon igazgatója, a házi orvosi intézmény igazgatója, és most úgy gondoltam, hogy itt ebben a szép és kellemes jó időben, mert az időjárás is egy kicsit bennünket igazol, egy kicsit könnyebb témát, a kultúra, az irodalom, a vers hangján. Próbáljuk meg egy kicsit a tavaszt még közelebb hozni, esetleg az ünnepeket is, és ennek a segítségére és elővarázsolására kértem kedves munkatársaimat, akik szakemberek ezen a területen, hiszen egy olyan intézményben dolgoznak, ahol csak a szépség, az érték van, és ennek kapcsán kérem őket, hogy próbáljanak ebből egy kicsit arra az időre, ami rendelkezésünkre áll, elévarázsolni, és egy kicsit elvinni bennünket a mindennapok gondjaiból a szépség, a kultúra és az irodalom birodalmában. Én ezennel át is adom akkor a mikrofont. A mikrofon, mert így akkor hallható, ugye? Valamennyien tetszenek hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és most körbejártam életemben először ezt az épületet, amire mindig rácsodálkoztam, hiszen szülőként is, gyerekként is a zeneiskolának látogatója voltam, de ide valahogy soha nem jutottam be, viszont kezdek öregedni. Hát most nevetnek, de egyre romlik a memóriám, és ez sajnos a kollégáim is, a főnököm is észreveszi, meg én magam is. Aztán, hogy mit lehet ellene tenni, az ember vagy mérgelődik és üti a fejét, hogy lehetek ilyen hülye, hogy miért nem jut eszembe. Vagy elkezd szedni omega-3-at, vagy elolvas egy jó novellát, ami egy kicsit más megvilágításban helyezi ezt a memóriazavart. Janikovszki Ivánnak volt születési évfordulója, az elmúlt évben volt 100. évfordulója. Janikovszki Éva nevét biztosan hallották már, nagyon sok gyerek könyvet írt. Jó magam is gyerekszínjátszó csoportot vezetek, és az ő darabját dolgoztuk fel az elmúlt évben, de nem csak gyerekeknek írt, hanem felnőtteknek is. Úgyhogy én még mielőtt egy kicsit a könyvtárunkat bemutatnám, ezzel a novellával szeretném köszönteni Önöket ezen a mai rendezvényen. Janikovszki Éva, De szép ez az élet című könyvéből. Micsoda memória! Öregségemre, időskoromra, megadatott nekem az az öröm, hogy nem romlik a memóriám. Ugyanis már fiatal koromban is rosszul. Higgyék el, ez nem gyönge poén, ez boldogító tény. Míg kortársaim egyre másra panaszkodnak, bosszankodnak, hogy már nem jut eszükbe egy név, egy évszám, egy cím, egy verssor, vagy az új orvosságuk neve, a szomszédjuk telefonszáma, én csak kajánul örvendezek. Hát én ezt megspóroltam. Hát nekem már 30 évesen jutott eszembe. Persze azért vannak különbségek, hogy ne volnának. Mondjuk 40
évvel ezelőtt nem töltöttem naponta sok-sok időt azzal, hogy keresem a szemüvegemet. Mert hát nem is volt szemüvegem. Aztán az sem okozott reggelenként gondot, hogy bevettem el már az orvosságokat, mert akkoriban még nem szedtem semmit. S talán még valami a tovetűnt ifjúság vitathatatlan könnyedségéből, akkor tehát sosem mentem vissza a lépcsőházból, miután bezártam a lakásajtót, hogy ellenőrizzem, nem felejtettem-e égve a gázt. Hát azt talán mondanom sem kell, hogy a rossz memóriának köszönhetően a magyar és a világirodalom meg annyi remekét, a friss élmény elragadtatásával olvasom végig, ki tudja már hányadszor. Sajnálatosan szaporodó kórházi tartózkodásaim idején pedig szerény krimi készletem valamelyik kötetét falom újra meg újra, lankadatlan érdeklődéssel, és csak az utolsó oldalaknál sejlik fel, hogy hoppá, nem is ez lesz a gyilkos, hanem amaz. És elfelejtem a filmeket is elén. Többnyire arra sem emlékszem, hogy mit láttam az előző este a tévében. Engem egyáltalán nem zavar ez a gyakori ismétlés. Először is unom, másodszor is unom, és talán harmadszor egy kicsit hamarabb hagyom abba, mert hát ott a kapcsoló. De tulajdonképpen nem vesztek semmit. Ám a jó filmekkel is előfordul, hogy néhány év múltán csak a közepe táján rémlik fel, hogy ezt a képet én már láttam, ezt a hangulatot én már átéltem. De ilyenkor még jobban élvezem. A jó vicceken is többször tudok szívből nevetni, a rossz vicceken meg ugyanannyiszor bosszankodni. Egy szóval sok előnye van a rossz memóriának. Köszöntöm nézőinket, Szabó Péterné gyermekkönyvtárossal beszélgetünk, hiszen az Idősek Klubjában volt egy nagyon szép rendezvény, mert Páncs Ildikó képviselőasszony szervezett, és önök is ott voltak. Miről tartottak az időseknek előadást? Köszönöm az érdeklődést. Páncs Ildikó képviselőasszony nagyon-nagyon nagy gonddal figyeli a könyvtár munkáját, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk. Nem csak a városi könyvtárét, hanem az iskolai könyvtár gondjait is mindig figyelemmel kíséri. És hát hamarosan közeledik a költészet napja. Ez is adta az ötletet arra, hogy most látogassunk el az idősek otthonába, hogy igazából a könyvtárat is ismertettük, a költözés mizériáiról is beszélgettünk, illetve felelevenítettük a régi könyvtári időket, vetítéssel egybekötve, és utána pedig a költészet napjáról emlékeztünk meg, egy kicsit nem hagyományos módon, vetélkedővel. Ahogy ezt mondani szoktuk, interaktív módon, tehát őket is bevonva. Miről volt szó? Tehát gondolom, hogy a idősek élvezték ezt, hogy ők is felelhettek kérdésekre, de milyen feladatokat kaptak? Több mindent kapcsoltam össze, hiszen olyan szerencsém van, hogy ebben az évben, úgy néz ki, hogy októberben az őszi könyvtári napok rendezvényei keretében sikerül meghívnom Nyári Krisztiánt, több sikeres könyvszerzőjét. Például Hogyan szerettek ők címmel jelentek meg az első könyvei, ahol híres költő szerelmes párokról ír, és végül is olyan különlegességeket és egyedi dolgokat tudunk meg, amit én, mint magyar szakos tanár sem tudtam eddig, és ebből a könyvből állítottam össze egy igaz-hamis kérdéssort. Igazából nem kellett hozzá felkészülni, inkább csak a megérzés volt, hogy tényleg ki az, akiről elhiszünk valamit, vagy sem, és utána ezt pedig egy felolvasással egészítettem ki, amikor is az ellenőrzéskor megkapták a pontos választ ezekre a kérdésekre. Akkor azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és hát mellesleg azért sok új információval is gazdagodott. Úgy éreztem, hogy hasznos volt a délelőtt. Szívesen várjuk az időseket a könyvtárunkba. Nagyon sok idős olvasónk van már most is.
nekik ingyenes ugye a beiratkozás, ugyanúgy, mint a gyerekeknek 16 éves korig. Nagyon sok szép olvasmányunk van, amivel várjuk őket, és felajánlottam egy csoportos látogatás lehetőségét is, tehát most, hogy nyílik az idő, azt gondolom, sajnos elég nehezen megközelíthető a könyvtár épülete az időseknek, és ezért előzetes egyeztetés alapján a hátsó bejáraton keresztül könnyebben ki tudjuk őket szolgálni. Úgy éreztem, hogy vevők lesznek rá. Hát akkor reméljük, hogy sokan jönnek, és sok-sok új könyvet ki fognak kölcsönözni, és akkor azt is, hogy lesznek még hasonló rendezvények az idősek klubjában. Kaptunk felkérést is a felolvasásokra, illetve ígéreteket is arra, hogy továbbra is látogatják rendezvényeinket, hiszen most a költészet napján is elsősorban a szépkorúakat várjuk, úgy, mint tavaly, és itt felolvashatják kedvenc verseiket, illetve nagyon sokan tavaly is saját szerzeményeket adtak elő. Volt olyan néni, aki most a rendezvény végén odajött hozzám, hogy ő úgy gondolja, hogy az idén már most bevállalja. És hát ez egy siker, hogyha kevesen is vannak, akik így döntenek, de ez mindenféleképpen egy siker. Akkor mi várjuk azt is szeretettel, köszönjük szépen! Én is köszönöm az érdeklődést! Köszöntöm hallgatóinkat, a Református Gimnáziumban vagyunk, hiszen hamarosan kezdődik egy biblia történeti letérkedő, erről Türke Beátával beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat én is. Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykó Református Gimnáziumban vagyunk, mögöttünk már gyülekeznek a diákok, hiszen hamarosan kezdődik a biblia történeti vetélkedő, Türke Beátával beszélgetünk erről. Mit kell tudni, kik jutottak be a mai döntőbe? A mai versenyről azt kell tudni, hogy ez a harmadik biblia ismereti vetélkedő az iskolánkban, az elmúlt két évben volt már ilyen, akkor kimondottan a Bibliának egy-egy könyvéből zajlott a verseny, de az idén, mivel a reformáció 500. évében vagyunk, ezért kimondottan ennek a jegyében zajlik majd a verseny, és inkább egy egyháztörténeti ismeretekről fognak tudni a gyerekek számot adni. Nem volt előzetes forduló, minden osztályból egy, illetve van egy osztály, onnan két csapat is jelentkezett, csapatonként négy fő fog részt venni a versenyen. Aki most belép a gimnázium ajtaján, ott az aulában, azért sok kis puskát lát, hiszen azért ki van rakva nagyon sok tabló, amiről sok-sok információt még utolsó pillanatban is össze lehet gyűjteni. Így van, a Magyar Biblia Társulat adott ki egy anyagot, a Biblia és a Reformáció címmel, ezt használtuk fel ennek a versenynek az anyagának, elkészítettük ezeket a tablókat, kinyomtattuk, és kimondottan ezekről a tablókról lesznek a kérdések, úgyhogy ebből a szempontból egyszerű dolga van a gyerekeknek, mert csak az előcsarnokban lévő információkat kell összegyűjteniük. Reméljük, hogy akkor ezt már sokan meg is tették. Ez már nem az első rendezvény ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan, hiszen amikor elindult az év, akkor is itt voltunk, akkor biblia felolvasással kezdték. Mi minden várható még? Ez a rendezvény sorozat ugye január 31-én kezdődött az Országos Biblia Felolvasó rendezvényhez csatlakozott az iskolánk, és volt egy teremdekorációs verseny, aminek az eredmény hirdetésére is ma fog sor kerülni itt a verseny végén. Minden osztálynak az volt a feladata, hogy az 500-as szám jegyében kimondottan a reformációhoz kapcsolódóan dekorálja újra az osztálytermét. Ez meg is történt, és nagyon szép egyedi kézzel készített rajzok, illetve montázsok kerültek elkészítésre. A bibliai ismereti vetélkedő is ehhez kapcsolódik, illetve majd ősszel, szeptember végén, októberben, amikor igazán az évforduló fog közeledni, akkor lesznek még rendezvények. Tervezünk az 500-as szám jegyében egy vetélkedő sorozatot, ami 500-as sportversenyek lesznek, illetve egy olyan akadályversenyt, aminek az állomásai a reformáció állomásához fognak kapcsolódni, tehát lesz egy állomás Wittenberg, lesz egy állomás Wartburg váráról, és ez lesz majd a záró rendezvény itt, illetve majd a diákoknak októberben, amikor a szokásos fogadalomtétel lesz, akkor lesz az igazi ünnepség a nagy templomban. Az lenne szép, ha 500 feladatot kellene megoldani, de hát ez azért technikaiak és fizikaiak is lehetetlen. Kik segítenek ma a zsűri munkájában önnek? A zsűri elnöke Nagy Éva igazgatóhelyettesünk, illetve Fazakas Márk lelkész úr és Székely Éva tanárnő lesz a zsűriben.
Akkor én jó versenyzést kívánok a hamarosan kezdődő versenyhez, és akkor reméljük, hogy sok-sok mindent megnéztek a tablókon a diákok, és mindenki sikeresen veszi az akadályokat. Köszönjük szépen! Köszönöm! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket iskolában a harmadik bibliaismereti versenyen. A mai verseny a Biblia és a Reformáció jegyében fog zajlani. A feladatok első oldalához két felismerések fognak tartozni, amit majd pékénként fogtok látni. Nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek! Köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Feresznével, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodavezetőjével beszélgetünk, hiszen a Kuten úti óvodában egy nagyon szép szakmai nap van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Köszöntöm nézőinket, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuten úti tagóvodájában egy nagyon szép szakmai nap van, erről beszélgetünk Gulyás Ferenc intézményvezetővel. Szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. A vízvilágnapja van ma, ehhez kapcsolódik ez a mai rendezvény, vagy inkább egy nagyobb témakört ölel fel? Kifejezetten a vízvilágnapjára tettük ezt a napot, hiszen a zöld bázisovodai intézményünk a Szimovoda szervezésében valósul meg ez a mai nap. Láttuk már a múzeumparkban a tavasz köszöntő flashmobot is, akkor ez is ennek a folytatása. Így van, ennek a folytatása, ez a szakmai nap, amikor azok a zöld óvodapedagógusok, akik kiemelt jelentőséggel foglalkoznak a környezeti neveléssel, szakmai tanácskozáson, konzultáción vesznek részt, és az intézményünkben megvalósuló jó gyakorlatokat, a zöld óvodává válás folyamatát, a vízvilágnapjához kapcsolódó projektjeinket tekintik meg itt a mai napon. Sok idegen, számomra idegen óvónénit láttam, tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak Karcagról vannak itt kollégák. Igen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek, hiszen a Szim óvoda, zöld bázis óvodai intézményként Jász-Nagykun-Szolnok megye óvodáit fogja össze a környezeti nevelés területén, és a mai napra érkeztek Abátszalókról, Tiszabúráról, Homokról, Tiszaföldvárról és Jászkísérről. Ezekről a településekről, hiszen ezeknek a településeknek az óvodái ebben az évben szeretnének zöld óvodává válni, és ezt a folyamatát segítjük nekik. Azért is van a Kuten úti óvodánkban ez a szakmai nap, hiszen a Kuten úti óvodánk is zöld óvoda. Egy nagyon szép, megszépült új óvodánkba mutathatjuk be ezeket a programjainkat, ahol az udvaron található az a csodálatos alkotás, amelyet Györfi Sándor szobrászművészünk, karcagi szobrászművészünk alkotott 1995-ben a Mesekút Madarász Imre emlékére. Az előbb volt épp egy szünet az előadások között, és kimentek az óvónénik is, és úgy rácsodálkoztak, hiszen az itt lévő kutenesek szóltak, hogy a kis békára vigyázz, és pont egy tűsarkúban volt egy óvónéni, aki megijedt, hogy hol van itt béka, de hát természetesen ott a szobor része volt ez a kis béka is, de azt láttuk mi is, hogy rácsodálkoztak, tehát mint a gyerekek, akik körbevették éppen a csordogáló kutat, ugyanúgy rácsodálkoztak ők is. Igen, hiszen nagyon kevés olyan óvodai intézmény rendelkezik, van, amelyik rendelkezik ilyen csodálatos művészi alkotással, ahol a gyermekekre ható művészetek ereje, a képzelőerő, a fantázia, a környezettudatosság, a vízfontossága együtt van és együtt lehet, és mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk 1995 óta, és ezt a mai napot is annak szenteltük, hogy a mai délelőttön Balajtin és Sütő Margit kolléganőm bemutatta azt, hogy hogyan is tud egy óvoda zöld óvodává válni. Ezt követően Andrássy Tiborné Editke környezeti nevelőnk bemutatja azt, hogy a zöldfaúti óvodában hogyan valósult meg a Párácska című, szintén a vízhez kapcsolódó projektünk, ami magába foglalja a vízzel való ismerkedést, a gyógyvíznek a hatását, a takarékoskodást, és mindent, amit a gyerekekkel ki lehet próbálni a vízzel kapcsolatosan, ezeket most bemutatjuk a mai napon, és hát ennek a napnak a zárása lesz, amikor majd ismét a kút körül egy picit a vendégovonénikkel és a környezeti munkaközösségünk tagjaival
együtt leszünk, és a víz fontosságára, a vízzel való takarékoskodásra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hiszen ez a kút nem csak díszkút, hanem ebből a gyermekek inni is tudnak, lehet inni is, hiszen most is csobog a kútból a víz, ahogyan ezt láthattuk a délelőtt folyamán, és itt szeretnénk majd zárni ezen a nagyon szép helyen a mai délelőttöt. És mit is kell tudni erről a kútról? Azt mindjárt a helyszínen, hiszen most bejöttünk az épületbe, de a helyszínen megnézzük és elmondjuk, hogy mi is ez a csodakút. Kedves kolléganők, nagyon örülünk neki itt Karcagon a Madarász Imre Egyesített Óvodában, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat, és a intézményünk SZIM óvodája, a Jász-Nagykun Szolnok megyei zöld bázis óvoda vendégül láthat benneteket. Itt a Kuthen úti óvodánkban, amely 2 évvel ezelőtt újult meg, szépült meg, és egy csodálatos, gyönyörű óvodában adhattunk helyszínt a mai zöld bázis óvodai intézményi programunknak. Ennek az óvodának másik ékessége a városunkban, hogy itt az óvoda udvarán található az a mesekút, amelyet 1995-ben Györfi Sándor karcagi szobrászművészünk, Medgyánszki Munkácsi díjas művészünk alkotott. Intézményünk névadója, Madarász Imre, óvodaalapító, városépítő, református lelkész, országgyűlési képviselő nevét 1995-ben vette fel az óvodai intézményünk. A Madarász Imre óvoda felkérésére készítette akkor Györfi Sándor művész úr a mesekút Madarász Imre emlékére szobor alkotást, amit ő megálmodott, megtervezett és megalkotott az intézmény számára. Azóta több mint 20 év telt el. Ahogyan mondtam, az óvoda megszépült, megújult, de a mesekút az eredeti állapotában és az eredeti helyén csobog itt a hátam mögött, és élvezik a gyerekek a művészet közelségét és a természet közelségét ezáltal. Köszönetünket fejezzük ki az intézmény dolgozói nevében az óvoda akkori vezetőjének, Megyesi Imréné Katikának, aki akkor ezzel az ötlettel, az ő elhivatottságával, kitartásával, lelkes szervező és vezető tevékenységével létrehozta ezt az alkotásnak az ötletét, és hogy ide kerülhetett az óvodába, amelynek eredményeként most itt áll ez a csodálatos mesekút. A képző és iparművészeti lektorátus 1995-ben szakvéleményében így fogalmazott. A művészi mesekút közepén egy 70 cm-es nyolcágú bronz vízköpő áll, azon 2 szelíd, jó sárkány védi a forrást. Védi a forrást és a béka királyt, amely a kút tetején ül. A kút melletti kősziklán a gonoszságát már elvesztő, fekete, támadó sárkány ül. A medencén, a burkolaton, az oszlopon összesen 25 egyéni megjelenítésű, életnagyságú békát helyezett el az alkotó, amelynek anyaga ugyancsak bronz. Az ivókút az egész környezetet meghatározóan megváltoztatja. Hangulatos, művészi és emellett funkcionális alkotás. A gyermekek képzeletvilágát megragadja sok invencióval, szeretettel, ötlettel a kitalált kompozíció. Magas színvonalú mestermű, mely az óvodás gyermekeinknek a művészet erejével, hatásával, nap mint nap a felfedezés, a rácsodálkozás, a képzelet szárnyalását adja, s a kút vizéből szomjukat oldhatják a meleg nyári napokon. A vízvilágnapján a környezeti szemléletformálás, a tudatosság, a környezetünk megóvása, a vízzel való takarékoskodásra fókuszálunk. Ennek jegyében, kedves kolléganők, most valamennyiünknek lehetősége nyílik itt a mai szakmai nap végén, hogy a karcagi ivóvízből, a mesekútból kortyoljunk, kortyoljatok, és élvezzük a vízvilágnapján ezt a csodálatos tavaszi szép időt,
És én azt kívánom, hogy érezzétek itt Karcagon jól magatokat. Bízom abban, hogy szakmai töltekezés a Zöld Óvodává válás programjában a bemutatott Párácska című jó gyakorlatunkkal sikeres volt, és elviszitek ezeket az ötleteket, saját óvodáitokba meg tudjátok valósítani, és az együttműködésünk, amely ma elkezdődött, folytatódni fog. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen ezt a részletes kútismertetőt, reméljük, hogy sokan meg is csodálják, hiszen azért ez egy nagyon látványos itt az óvoda udvarán. Lesz a mai napnak folytatása? Igen, a mai napnak a Zöld Óvodák bázis programjai között májusban lesz a folytatása. Akkor azokat az óvodákat fogjuk vendégül látni, és gyakorlati tanácsokkal, tapasztalatokkal ellátni, illetve mi magunk is fogunk gyűjteni, bízom abban, az ő gyakorlataikból, akik már több év óta Zöld Óvodák. Úgyhogy erre a programra májusban a Szimóvodába fog sor kerülni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen az érdeklődést! Kedves nézőink, Háttér című magazinműsoron következik, mai vendégünk Ferenczi Sándorné kutyakiképző, akivel többek között a Karcagon működő kutyaiskoláról is beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Ferenczi Sándorné kutyakiképző. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta Ica néni a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre Ica nénit, mert ugye eltelt ismét egy év a Magyar Ebtenyésztők Országos Szervezetének, Karcagi Szervezetének vagy csoportjának is az életében. Volt egy évzáró rendezvényük, Ica néni hozott serlegeket is. Úgyhogy vegyük is ketté a mai beszélgetésünk témáját, témáit. Talán kezdjük azzal, hogy mikor is volt egészen pontosan ez az évzáró vagy évadzáró értekezlet, közgyűlés, hol volt, miről szólt. Hát ez most ez a közgyűlésünk, március 25-én volt, ugye mivel, hogy az elnökünk ugye távol volt tőlünk, de a 2016-os évet én szerintem maximálisan elvégeztük, úgy a kutyaiskolában, meg ugye rendezvényeket szerveztünk, hát egy jó kis csoportunk, ugye a helyettese volt Márki Klára, meg én jó magam, meg a Ferenczi Andrea lányom, és Federics Laci, ugye mivel az elnökünk távol volt, azért így egy kis csapat vittük az egyéves ugye munkánkat, helyettesítettük az elnök urunkat. Mi hangzott el ezen a közgyűlésen, hogyan értékelték a tavalyi évet? Hát ezen a közgyűlésen ugye elhangzott, hát ugye az elnök úr megköszönte a közreműködésünket, ugye mivel ő távol Fülöp volt. Fülöp Norbert elnök úr, és hogy távol volt, megköszönte a munkánkat, tevékenységünket. Hát végül is történtek ugye jó fejlemények, mert egy Ferenczi Andrea a lányom, az írt egy pályázatot, amit ugye meg is nyertünk, úgyhogy köszönjük szépen a Karcagvárosi Önkormányzatnak. Milyen pályázat volt ez? Ez ilyen, segítettek a kutyaiskolánkat, és nyertünk 40 ezer forintot, amiért vettünk egy új fűnyírót, ahogy a kutyaiskola területét rendbe tudjuk tartani. Úgyhogy köszönjük szépen az önkormányzatnak. Mi történt még ezen a közgyűlésen? Mi hangzott el? Hát ezen a közgyűlésen még, hát ugye az éves munkánk, akkor lesz október 7-én egy szackutya kiállításunk, annak az előterjesztését beszéltük meg már, hogy na majd hol, mint lesz, és akkor meg hát ugye a sok éves munka, ugye volt ősszel a nagyszentesi emlékverseny, ami nagyon szépen sikerült, és akkor a legvégén volt egy ilyen, hogy értékeltük a kutyáknak az eredményeit, volt az év tenyésztője, az év munkakutyája és az év magyar fajta kutyája. Kik kapták ezeket a díjakat? Hát ezeket a... Tehát ezt a három Igen, három hát díjat. Ezeket a díjakat, ugye sokat eljárunk kutyakiállításokra, és ugye a kiállításon elnyert eredmények alapján ugye pontoztuk, és akkor a pontszámon ugye aki elérte a legtöbb pontot. Hát nyertem én jó magam is, Máki Klári is, Poharánszki Józsi is nyert, és akkor Máki Klári is nyert a magyar fajtájával. Gyakorlatilag
azt mondta ugye, hogy októberben, október 6-án, 7-én lesz majd egy cackutya kiállítás. Erről mit lehet előzetesen tudni? Hol lesz ez? Hát hogyan szervezik ezt a versenyt? Tervezzük, már ugye elnökünkkel is beszélgettünk, hát ugye majd összefogásba. Hát nem tudjuk még a területet, mert lehet, hogy a szém pályán lesz, vagy pedig ott a megszokásos helyen, ott a, ahol szokott lenni. Tehát kint a B-pályán, igen, a lovas napok, ahol szoktak lenni. Úgyhogy még a karcagi szervezetnek. Hát most jelenleg 20 taggal indultunk, de még most év eleje van, jön az év vége, jönnek a kiállítások, én bízok benne, hogy azért szervezzük be fel a tagokat már. Kik lehetnek a tagok? Mi kell ahhoz, hogy valaki tag legyen? Hát gondolom elsősorban kutya. Hát én nem lehetek tag. Bárki lehet tag, akinek kutyája van, és úgyhogy már szerveztünk is be új tagokat a kutyaiskolába is. Jönnek a fiatalok szívesen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mi az, amit meghatároztak erre az évre? Mi a legfontosabb célkitűzése a karcagi szervezetnek? Hát ugye ez, ahogy a kutyaiskolába próbálunk új kis kutyásokat beszervezni. Hát az ősz folyamán szeretnénk megint megcsinálni a vagy megszervezni az nagyszentesi emlékversenyt, és azon kívül egy BH munkavizsgát is szeretnénk, ha úgy összejönne. Na most akkor beszéljünk ezekről a serlegekről. 5 darabot hozott el Ica néni nekünk. Ezek milyen serlegek, hol kapták ezeket? Hát ezeket milyen kedves emlék fűződik hozzájuk? Ezeket a közgyűlésen kaptuk, mivel ugye nagyon szeretjük a munkakutyákat is, ugye már 4. éve Szegvárra most is lesz, június 10-én, most is elmegyek, 2 kutyával szoktam képviselni Karcagot, akkor Békés Csabán is voltam, oda is elmentem, és ezek a ugye, munkakutyák, szintén ott is ugye versenyezünk, BH szinten, őrzővédő szinten, és akkor ott is a elért pontok alapján, ugye megint itt ki lett számolva. Hát végül is a munkakutya első helyezettje, ez az első helyezett, ő a Doberman szukám lett, a Gigi. Névre hallgat, mert ő tényleg bemutatón is látták, már ő nagyon szépen dolgozik. A második helyezett lett a német juhászunk, ő a Ferenci Andika nevén van, de végül is a kiképzésbe ugye segítettem. Akkor volt olyan, hogy év... Na mindegy már akkor. Az év tenyésztője. Ez azt jelenti, hogy ugye a szélmalom a kenelünk, és ebbe több kutya szerepel. És ugye a több kutyáknak az eredménye úgy szintén pont alapján kiszámoltuk, és akkor a német dogommal lettem a év tenyésztője, második helyzet. Gratulálunk! Az év kutyája, ez szintén az elért eredményeknek az alapján, és ő megint szintén a német dogom lett a évkutyája, a harmadik helyzet a kiállítási eredmények alapján. És akkor mivel, hogy a Ferenci Andika ugye régen akart egy erdei koppót, hát nagyon jól sikerült neki, mert a tavalyi évben 11 hónaposan elérte a Hungária Junior Champion címet. 4 kiállításon vittük el, és a 4 kiállításon HPJ címet kapott, meg fajta győztes, Bos. Szóval nagyon sok szép eredményt elért, és akkor így lett ő a magyar fajtában a második helyezett. Az első helyezett az Márki Králi lett a Mudi tenyészetével. Gratulálunk ezekhez a díjakhoz. És akkor még ehhez elmond, meg az évkutyájához is, ugye első helyezettje, és a második helyezett az évkutyájában Poharánszki Józsi volt a kis német pincser kutyával, úgyhogy ez a kis egyesületi kis mag, ugye, mert ugye így együtt járunk a kiállításokra. Uh-huh. És a Karcagról ennyien azt mondta, hogy 20-an vannak most a karcagi szervezetben. Milyen kutyákkal? Hát legtöbb része német juhász. És miért van német juhász? Hát mert szerintem azt szeretik az emberek, mert a német juhász az egy nagyon könnyen tanuló fajta. De végül is én azt, hogy mondjam, mert volt már, aki azt mondta, hogy nem lehet betanítani másfajtát. Én megcáfolom, mert én a Dobermanomat is nagyon szépen betanítottam, le is vizsgáztattam, úgyhogy bármilyen kutyát le lehet. Annak idején én a bódai dogomat is levizsgáztattam BH-ra. A német dogom is le van BH-zva. Mit jelent az, hogy BH? Hát az a kísérő kutya vizsga, hogy megyen szépen a láb mellett, ül, fekszik, vonatra felviszük, buszra felviszük, nem bánt senkit, gyönyörű szépen jön mellettünk. Ez egy ilyen kísérő kutya.
vizsga, és akkor ezt nevezik úgy a BH munkavizsgának. Mit jelent az, hogy munkakutya? Ezt ugye már a riportunk során most többször elhangzott ez a kifejezés, ugye nem mindenki jártas ebben a témában. Mi az, hogy munkakutya? Hát a munkakutya ugyanez a BH szintű, és akkor ugye nyomkövetést gyakorolok vele, meg ugye azt bármikor is be is tudom mutatni, akár még kell, akkor a akadálypályán, ugye ott is akadályon áthozza az aportot, meg palánkon, hát szóval ugye munka, dolgozik, munka. Ugyanúgy mindent, és az őrzővédőbe is. Ugye megfogja a csibészt, lefektetjük, őrzi, hát ugye munka, dolgozik, munkakutya. Milyen kutyák lehetnek munkakutyák? Tehát van-e olyan, hogy speciális fajta, vagy gyakorlatilag mindenfélét be lehet tanítani? Itt most nem Spániára gondolok, tehát azért... Mindenfélét be lehet tanítani, mert mint ahogy elmondtam, én járok Szegvára, ott is a kis utolsó uszkától is megcsinálta a BH munkavizsgát. Na jó, hát nem az őrzővédőbe, de viszont egy BH munkavizsgát, egy engedelmes munkaszinten bármilyen kutyát be lehet tanítani, mint hogy én is az uszkáromat ugye betanítottam, 13 éves kis uszkárom van, és gyönyörű szépen dolgozik még a bemutatókon. Ugorja a kis akadályokat, integet, mindent csinál. Itt néni mióta foglalkozik kutyákkal? Hát már nekem közel 40 éves kutyás életem van. Ugye már a Fülöp Norbert elnök úrtól 30 évesen kaptam egy nagyon szép oklevelet, selleggel egy bekötve, 3 éve, de már most haladok a 40 éves kutya. Akkor a rutin már megvan. Már hogyan lehetett ezt megszerezni? Gyakorlatilag tehát volt-e, aki tanította önt, vagy egyáltalán honnan jött ez a kutya kiképzés, vagy a kutyák szeretete? Hát igen. Hát volt is mindig kutyánk, de hogy jártunk kiállításokra, ugye már kiállításra is eljárunk már több mint 30 éve, és ott láttam ezt a ügyességi részét, meg ezt a... De hogy ment el egy kiállításra, hogy kíváncsi volt erre a világra, hát igen, érdekelte? Kíváncsi is voltam, meg ugye volt is kutyánk. Mint ahogy elmondtam, hát már 76 évben az első kuvaszunk volt törzskönyves, már akkor én tag voltam, azért mondtam, hogy 40 év, mert ha számoljuk, akkor már most ugye... 16 elmúlt, akkor már az egy 40 éves kutyatagságom, csak ugye ott volt egy kis szünet, na azért számolom így, hogy a 35 év az már fix, és akkor így törzskönyves kutyákkal eljártunk kiállításra, és akkor úgy innen nézegettem. Meg voltak munkavizsgák, azt akkor elmentünk így összefogva kutyásoktól, megnézzük, hogy egyáltalán mi, mert hogy azt meg kell nézni, mert úgy most le van írva a papírra, az nem. Ugye elmentünk, megnéztük, és akkor utána úgy tényleg próbálgattam. Hát most meg már ugye tényleg... Most meg Merica néni adja át a tudást másoknak. Igen. Hát hogy is mondjam, el is mondhatom, hogy azért büszke vagyok rá, mert nem vagyok mai gyerek, és azért már sok BH-s kutyát, ipó, egy-kettő munkavizsgás kutyákat már képeztem le és vizsgáztattam. Így karcagviszonylatban. Kérnek segítséget egyébként az emberek? Hát kérnek, igen. Kutyaiskolában is segítünk a fiataloknak, el is mondom, meg is mutatom, meg tényleg bárkinek szívesen segítek. És ez az állatszeretet, ez a kutya szeretet, a kiképzés szeretete átragadt a családra is, ha igen, jól tudom. Igen, átragadt, igen. Picit meséljen nekünk erről. Igen, hát Andika is... Ugye, hogy megvette az erdei koppót. Tehát most, a lányáról. Igen, a lányomról, Andikáról. Átvette, ahogy megvette a erdei koppót. Már most készülünk, azért szépen halad vele, hogy ősszel szeretnénk egy BH munkavizsgát megcsinálni vele. Meg majd most visszük május 6-án tenyészemlére. Szélmalom, kenel, ugye? Igen, igen. Nevelgetik, tartják az állatokat. Hány kutya van ebben? Milyen fajták? Hát ebben van az öt nagy kutyám, amik ugye tényleg Karcagváros képviseli, a bemutatós kutyák, hogy már ugye gyereknapon is Berekfürdő, Bucsa, Kenderes, el szoktunk menni, szívesen ugye megmutatjuk, hogy azért mit tudnak a kutyák, és most is ugye Füzesgyalmatról is jönnek a kutyaiskolákba, mert látták azért, hogy na milyen jót csináljuk, és szépen ezen dolgoznak. Ezen milyen fajta kutyák? Ez az öt kutya? Hát ebben van kettő német juhász, Doberman, a német dog, és akkor az erdei koppó. És akkor ezen kívül ugye ez az öt nagy kutya, ezen kívül gondolom még vannak akkor... Hát igen, van a kis törpeuszkár, meg ugye kis yorkik vannak, de már ugye ők nyugdíjasok. Az van négy darab,
ugye a lányom is, hogy Pecsés ő hazaköltözött, és akkor ő is hozott hármat ugye onnan haza, de már ezek is nyugdíjasok, ugye ezek már több mint 10 évesek. Ezek már csak kis hobbik vannak ott. Beszéljünk akkor egy kicsit a kutyaiskoláról, ugye ez a Szivárvány úton található. Igen. Ugye itt a néniék foglalkoznak ott a kutyuskákkal. Amikor átvették ezt a kutyaiskolát, vagy a kutyaiskola üzemeltetését, azóta milyen fejlesztéseket végeztek rajta? Vettek-e új dolgokat bele? Hogyan várják, mivel várják a kilátogatókat? Hát mióta én átvettem a gyűlés után, ugye a Fülöp Norbert elnök úr megbízott vele, hogy azért próbáljuk meg, csináljuk. Hát én szerintem nagyon szépen fejlődött, mert ültettem virágokat, készítettünk új akadályokat a vizes flakonokból, festegettünk, hát ugye kicsit iparkodtunk, nagyon jó kis csapatom van, mert összefogásba segítenek mindenbe, a füvet ugye nyírtuk, abban is segítettek, 3-4 fő nyíró is jött, úgyhogy nagyon jó kis csapatom alakult össze, úgyhogy az érintetteknek meg is szeretném köszönni a segítséget. Mikor van nyitva a kutyaiskola, mikor várják a kilátogató kutyásokat? Hát most úgy vagyunk, hogy szombaton vagyunk 3 órától nyitva, de ha igénylik, akkor akár hétköznap is. Ez ugye kutyásoktól is függ, meg majd most jön a nyári szünet, szerintem majd többször is leszünk, mint szombaton. Egyébként egy kutyával elég egy héten egyszer foglalkozni, vagy ez csak a kutyaiskolára vonatkozik? Milyen jó tanácsai vannak a kutyatartók felé? Hát a iskolába ugye egyszer vagyunk, de viszont elmondjuk, és akkor odahaza föladjuk a leckét, mint a iskolába a gyerekiknek, hogy na akkor ezt így lábnál, bal lábnál megy a kutya, hogy ültessük, hogy fektessük, fordulatokat, és akkor otthon gyakorolják, és ha legközelebb jönnek, akkor megkérjük, hogy na amit gyakoroltok, akkor mutassák meg. Hát elég szépen haladunk. Mert vannak kis fiatalok, kis gyerekek is, és szépen bánnak a kutyákkal. Sokan járnak egyébként, vagy egyre többen járnak? Hát változó. Hát van, mikor vagyunk 15-en, van, mikor 5-en, hát ugye ez változó, ahogy az emberek hogy érnek rá. És a kutyák hogy viselik egymást? Hát van egy tehát kis... Tehát volt-e már konfliktus? Hát nem volt. Nem volt, mert vigyázzunk rá. Nem emberek között gondoltam, igen, hanem igen, az állatok de hát ugye között. Van olyan, hogy na idegen kutyák azért egy kicsit riaznak, de akkor megnyugtassuk, megsimogassuk, és akkor a végén már szóval játszanak is együtt. Föl van kerítve, úgyhogy akár el is lehet őket engedni. Azért jó ez a Szivárvány úti kutyaiskola, hogy ott ugye zárt terület van, és akkor ott nincs az, hogy nekünk most kiszalad a kutya is elmegy világgá. Tehát akkor szombaton délután 3 órától általában igen. Nyitva vannak, várják az érdeklődőket. Mikor indul a versenyszezon? Hát a versenyszezon már most én megyek, június 10-én lesz Szegváron. Én oda 2 kutyával, a Dobermannal meg a német juhásszal számítok menni, de bízok benne, hogy azért tudok beszervezni még karcagi embereket, még arra is, hogy na eljöjjenek, és akkor nézzék meg, hogy egyáltalán egy verseny miből áll. Mert ugye ezt azért látni kell. Úgyhogy számítok menni, meg én megyek is. Lesz ezen kívül még más megmérettetés? Hát szeretnénk. Ugye ősszel a Nagyszentesi Emlékversenynek a 3. részét szeretnénk, meg nem tudom, hogy most az elnök úr itthon van, hogy esetleg egy BH-ba versenyt hogy szervezni. Mely eredményére, mely kutyájára a legbüszkébb itt a néni? Hát a legbüszkébb a Dobermanomra vagyok, a Gigire. Mert ugye ő szépen dolgozik, de viszont a német juhászra is, mondjuk az a Ferenci Andrea nevén van, ugye Mátyus Imitől vettük, annak idején, de nagyon szépen dolgozik, annak meghagytunk egy kis fiát, most 11 hónapos, és már ővel is elkezdtem dolgozni, már ül, fekszik, helybe marad, csibészel, ugorja az akadályokat, 11 hónapos. Itzanén, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres évet kívánunk, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.